Négy nappal Vas Albert, erdélyi magyar író születésének 105. évfordulója előtt tartottak megemlékezést a Művészetek Háza mellett álló szobránál. A Kolozsvár melletti Válaszúton született író és költő műveit a rendezvényen a Gödöllői Református Líceum diákjai szólaltatták meg. A felcsendülő népdal összeállítást követően Vas Albert Üzenet haza című verse hangzott el Novák Gyula előadásában. A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták az író szobrát.